Iskolai lemorzsolódás. A Szabolcs-megyei gyerekek több mint 15%-át, mintegy 6900-at érint a probléma. Almapiaci helyzet. A krízis megelőzése érdekében tanácskoztak a szakma és a döntéshozók képviselői. Rugalmasabb eljárás. A nyár elején életbe lépett módosításoknak köszönhetően gyorsabbá vált a tűzgyújtási tilalom elrendelése és visszavonása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a második legnagyobb országos szinten. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A megyében több mint 45 ezer diák tanul, közülük 6900-at érint a lemorzsolódás veszélye. Ez arányaiban valamivel több mint 15%. A lemorzsolódás csökkentésére a Nyíregyházi Egyetem egy projektben is részt vesz, amelynek eredményeként a pedagógusok továbbképzése után a Szabolcs-megyei általános iskolákban élmény lesz a tanulás a diákok számára. A tanulói összlétszám 5. és 12. évfolyam között jelenleg több mint 746 ezer Magyarországon. Az országban működő általános és középiskolák évente kétszer, a két fél év végén szolgáltatnak adatot az oktatási hivatalnak, hogy mekkora a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Az országos átlag a 2017-2018-as tanév második fél évének végén 9,5% volt. A legnagyobb arányokat sorrendben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye produkálta. Bár Szabolcs megye arányai tekintve a második helyen végzett a jelenlegi 15%-kal, még mindig jobb a helyzet, mint az idei tanév első felében. Akkor a szabolcsi diákok majdnem 18%-át érintette a lemorzsolódás veszélye. A tanulók tanulmányi átlaguk és szorgalmuk alapján kerülhetnek a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok közé. Az év végi tanulmányi eredményük ugye legfeljebb általános iskolában közepesnek minősül, és ezen felül például megbuktak valamely tantárgyból, tehát évismétlésre kötelezettek, vagy a szorgalma hanyag, vagy magántanulóvá minősítették, vagy az igazolatlan hiányzást elérő óraszám az ugye 50 óranak felel meg, vagy teszem azt kiemelt figyelmet igénylő tanuló, vagy általános iskolai oktatásba vesz részt, és betöltötte a 16. évét, és ugye 3-as átlag alatt van, akkor ezek azok a tanulók, akiknek a darabszámát megadja egy iskola. Az oktatási hivatal a feldolgozott adatok alapján szakmai javaslatot tesz az intézmények számára, hogy milyen pedagógiai intézkedés kellene ahhoz, hogy a lemorzsolódás csökkenjen. Az intézmények fenntartói is megkapják az összesített adatokat az oktatási hivataltól, annak érdekében, hogy tudjanak változásokat eszközölni, mint például pedagógusokat képezni, több erőforrást tenni az intézménybe vagy új pedagógusokat felvenni, esetleg szaktanácsadót hívni a különböző tantárgyakhoz. De a fenntartó az oktatási hivatalhoz is fordulhat segítségért. A lemorzsolódás leginkább a hátrányos helyzetű megyékben jellemző, Szabolcsban, Nógrádban és Borsodban. Ha egy tankerület, vagy egy szakközépiskolai centrum, vagy egy bárki, aki iskolát tart fönn, nyilvánvalóan látja, hogy az iskolában milyen családi háttérrel, milyen szociokulturális háttérrel érkeznek a tanulók évről évre. Nyilvánvaló az, hogy egy olyan környezetben, ahol ez a családi háttértámogatás mértéke alacsony, és a gyerekek rossz körülmények közül jönnek, ott elsősorban a fenntartónak kell jelzést adni, és a fenntartónak kell többlettámogatást bevinni az iskolába. Egyébként értelemszerűen nyilván ezt a állami szinten is a kormányzatnak ez egy feladata, hogy ezt a családi háttér és a társadalmi gazdasági régió hátterétől függő iskoláztatást ugye úgy segítsen, hogy ahol nagyobb problémák vannak, oda erőteljesebb támogatást biztosítson. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg konzorciumi tagként egy projektben vesz részt, amelynek célja, hogy 2020-ra 10% alá csökkentsék a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon. Az Eurostat felmérése szerint Magyarországon 12,5% azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban,
miközben az uniós átlag 10,8%. Egy olyan módszertani váltást szeretnének bevezetni 30 Szabolcs megyei általános iskolába 2019. szeptemberétől, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatási rendszert alkalmaznak majd az intézményekben. Erről korábban 35 perc című műsorunkban az intézmény tanárképzési főigazgatója beszélt. 17-ben indult a projekt, egy éven át tartott, míg a módszertant és azokat az akkreditációra köteles tananyagokat kidolgoztuk, amelyeket szeretnénk átadni a pedagógusoknak. Már a Nyíregyházi Egyetem június második felében elkezdi a képzéseket. Ha a tanár-továbbképzéssel készen vagyunk, akkor lehet bevezetni az iskolákba, és mi ott mentoráljuk is ennek a bevezetését, és történik egy visszacsatolás, és ez is a pályázati programnak a része, ugyanis az eredmények alapján folyamatosan mérjük a teljesítményt, a változást, regisztráljuk, és akkor visszacsatoljuk egyrészt a továbbképzésekbe, másrészt a pedagógus képzésbe. Olyan oktatási kultúrát vezetnek be, amely státuszkezelő. Ez azt jelenti, hogy a tanulók több szerepbe is bekerülnek, így a legjobbtól a legrosszabb diákokig mindenkit bevonnak az óra menetébe a kis csoportos foglalkozásoknak köszönhetően. A tervek szerint a projekt végére, 2021-re országos szinten mintegy 35 ezer pedagógus vesz részt az új módszerhez szükséges továbbképzésen. Az alma piaci stabilitásának erősítése érdekében szakmai fórumot tartottak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nyíregyházi irodájában. A tanácskozás célja az idei krízis megelőzése mellett egy hosszú távra ható stratégia és az alma piac szereplőinek konszenzusos megegyezése volt. A piaci szereplők végül lefektették az együttműködés alapjait, azonban további problémák várnak még megoldásra. A piaci helyzet elemzésével és a szereplők érdekeinek ütköztetésével zajlott a szakmai egyeztetés az Agrárkamara tárgyalójában. A fórum fontosságát bizonyította, hogy a beszélgetésen részt vett Jakab István, mint a MAGOSZ elnöke, Feldman Zsolt, agrárminisztériumi államtitkár, valamint Mártonfi Béla, az Agrárkamara országos osztályelnöke is. Baracsi Endre a konferenciáról azt mondta, az almatermelés fontos része a szabolcsi mezőgazdaságnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország almatermesztésének több mint kétharmadát adja. Mind az ipari, mind az étkezési alma tekintetében ez igaz. Országosan átlagosan 550-600 ezer tonna szokott lenni az almatermés. Ettől most sokkal nagyobb termést várnak ebbe az évbe a szakemberek, és ez most már látszik is, tehát az ültetvényeken látszik, és ez bizony azért előrevetít problémákat, generál problémákat, hiszen nem csak nálunk lesz magas az almatermés, hanem ugyanúgy a körülöttünk lévő országban, kiemelkedően Lengyelországban, amely valószínűsíti azt, hogy a piacon nagyon sok lesz az eladandó alma, illetve az almasűrítmény, és ezért is volt nagyon fontos és előremutató az a mostani megbeszélés, amelyet az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezett, és amelyben mi is, mint megyei önkormányzat partnerként becsatlakoztuk, hogy próbáljuk meg leültetni azon szereplőket, akik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alma termesztésben, akár a feldolgozásban, akár a termelésben jelen vannak, hiszen mindenképpen szükséges az, hogy folyamatos konzultáció legyen. A megy betakarításakor sok probléma volt a termelők és a feldolgozók között, és félve attól, hogy ez az almával kapcsolatban is folytatódni fog, szükséges volt a piaci szereplők és a döntéshozók összehívása, mondta el Rácz Imre televíziónknak a konferencia utáni napokban. A léalma termelők és felvásárlók hosszú távú megegyezése szükséges ahhoz, hogy a piac életképes maradjon, és megfelelő jövedelmezőséget biztosítson a feldolgozók és a gazdák számára is, mondta el a kamara elnöke, majd hozzátette, az étkezési alma piacán is változtatásokra van szükség. Növelni kellene a belsődi fogyasztást, az áfával kellene kezdeni valamit, mert a versenytársak ugye van, árakon jelenkeznek meg, hogy ahol már mi 20%-os hátrányból indulunk. Az EKR, a Budapest távolsága, a főpiac Budapest, ez is problémát jelent nekünk hátrányként. Nagyon sokan említették szinte mindenki azt a veszélyt, hogy nem fogjuk tudni az étkezési almát betakarítani, ha valami rövid időn belül nem születik valami megoldás ezzel a közfoglalkoztatással.
akkor még ennyi almát se tudunk jó minőségben időben betakarítani. Nyilván ez rányomja a bélyegét arra, hogy tárolhatatlan lesz az alma, úgyhogy vannak olyan intézkedési vágyak, amik nagyon rövid időn belül meg kellene oldani, mert egyébként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még a szabolcsi alma is veszélybe kerülhet. Rácz Imre hozzátette, az almapiacon az árak kilengésének megakadályozására és a jövedelmezőség biztosítására csak akkor van esély, ha a termelők képesek valamilyen érdekképviseletbe tömörülni, a felvásárlók pedig hosszú távú szerződéseket kötni a gazdákkal. Új, az eddiginél rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe május végén. A módosításoknak köszönhetően a rendszer hatékonyabban veszi figyelembe a várható időjárást, az erdei biomassa állapotát és az aktuális tűzeseteket, így gyorsabbá vált a tűzgyújtási tilalom elrendelése vagy éppen visszavonása. Jelenleg sehol nincs tűzgyújtási tilalom az országban. A térkép minden nap automatikusan frissül, így mindig az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. Bár tilalom nincs érvényben, a tűzvédelmi szabályok betartása minden időszakban kötelező. Fokozottan figyelni kell ilyen esetekben is, csak is kijelölt tűzrakóhelyeken, és a tűzrakás szabályt figyelembe véve, betartva szabad tüzet gyújtani az erdőkben. Korábban a megyei tűzgyújtási tilalmat az elsőfokú erdészeti hatóság, az országos tűzgyújtási tilalmat pedig az erdőgazdálkodásért felelős földművelésügyi miniszter rendelte el. A változékony időjárás gyorsan módosítja az erdőtűz kockázatát, így idén május végén egy új, rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal karöltve a katasztrófa munkatársaival naponta vizsgálják fölül, hogy hol kell elrendelni tűzgyújtási tilalmat, hol kell visszavonni tűzgyújtási tilalmat. Ez a rugalmasabb rendszer figyelembe veszi azt, hogy éppen milyen az időjárási helyzet, milyen időjárási tényezők uralkodnak, mennyi szabadtéri tűz keletkezett. Mindezeket számba véve döntenek a szakemberek arról, hogy történjen tűzgyújtási tilalom elrendelése vagy visszavonása. A magyarországi erdőtüzek 99%-a emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik. Az egyik leginkább veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró időjárás következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint idősebb lombos állományokban. Drága a zöldség, a burgonya és a sárgarépa is a piacon, káposztaféle pedig alig van. A márciusi fagy, majd az áprilisi hőség szinte minden zöldségben és gyümölcsben kárt tett. Ezért az őstermelők kénytelenek magas áron árulni a termékeiket, így a sárga barack kilogrammonkénti ára akár a 900 forintot is elérheti. A következő hónapban, augusztusban lesz majd olcsó például a paprika, akkor indul el a lecsó szezon. Így néz ki egy szerda a piacon. Minden standnál nagy a forgalom még 9 órakor is. A sárgarépát az átlaghoz képest dupla áron, kilogrammonként 500-550 forintért árulják, de a zöldségszál is jóval drágább a megszokottnál, szálanként 100-150 forint. Káposztaféle pedig alig kapható a piacon. Kelkáposztát például csak ezen a standon találtunk, kilogrammját 400 forintért. Legfőképpen arra vezethető vissza, hogy a zöldségféléket az igazából hát február-márciusban kellene elvetni. Februárban még akkor sok eső esett, márciusban leesett a hó, meg voltak a mínuszok, és később lehetett csak veteményelni. Akkor bejöttek a nagy melegek, szárazság volt, és sok mindenkinek nem keltek ki. Ez a legfőképp gond vele. Aki nem tudja mikroszórófejjel vagy csepegtetőrendszerrel öntözni, azoknak nem igazán jöttek be. A paprika paradicsom még átlagárban van. A lecsó szezon majd augusztusban indul, akkor lehet olcsó paprikára számítani. A paradicsomnak kilogramja átlagban 350 forint. A paprika ára mérettől és fajtától függően 200-250 forint körül kezdődik. Van olyan őstermelő, aki tavaly több mint 100 forinttal drágában tudott árulni. Sokkal olcsóbb, mint tavaly volt. Most, hát nem tudom ez mitől függ. Szerintem a vásárlóktól nincs pénz élelmiszerre olyan sok, és az olcsóbb árut jobban keresik.
István Andrásné is hasonlóan gondolja. Azt mondta, az árut lassan könnyebb megtermelni, mint eladni. Az őstandjánál kukoricát lehet vásárolni, 70-80 forintért darabját, de a többi asztalnál is hasonlóak az árak. A tavaszi indulástól 150-nel kezdtük, most 80 forint már egy hete, de nem emelkedtek az árak, de viszont a vetőmag, meg minden más tényező, a megművelés, meg minden magasabbba kerül, úgyhogy nem vagyunk annyira elragadtatva, hogy olyan nagyon jó áron tudunk árulni. De hát azt is be kell látni, hogy sok ember nem teheti meg, hogy mit tudom én 150 meg 100 forinttal egyet-kettőt vesznek, de ha olcsóbb, akkor többet tudunk eladni. A gyümölcsök áránál is változatos a helyzet, de sárga barackot például nem találni 500 forint alatt, pedig ennek átlagára eddig 400 forint volt kilogrammonként. Sárga barack, ami drágának számít az átlagokhoz képest, meg kevés termett az időnek köszönhetőleg, hogy a be nem tervezett időjárásnak köszönhetőleg, így annak lett egy kicsit drága az ára, 500-tól 900-ig per kilogrammja nagyságától és szépségétől függően. A burgonya is drágább, mint tavaly, a szárasság a krumplira sem volt jó hatással. A korábbi 100 forint helyett most 150 forintért árulják. Ennél az árnál viszont nem lesz változás, a kevés termés miatt a magas ár végig marad majd, de így is megvásárolják a burgonyát Babic Istvánéknál. Meg, mert tudják, hogy mit vesznek. Tudják, hogy mit vesznek, mert mi termelők vagyunk, és mi lóval dolgozunk minden, nem gyomírtózunk, úgyhogy már tudják, amit visznek, azzal megvannak elégedve a minőséggel. Az árusok egész héten várják a vásárlókat, de a kifejezett piacnapok szerdán, pénteken és szombatonként vannak. Szépen cseperednek, már a biztonságot nyújtó fészekből is kimerészkednek a Nyíregyházi Állatpark vörösvari négyesikrei. Az apróságok jelenleg 8 hetesek, most már a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak, és az anyatej mellett kóstolgatják az édes, lédús gyümölcsöket is. A Madagaszkár szigetén őshonos ritka makifélék néhány héttel ezelőtt estek át első orvosi vizsgálatukon, ahol a Nyíregyházi Állatpark egyik állatorvosa megnézte a testtömegüket, az ivarukat és egyedi azonosítóval is ellátta őket. A maki bébik hősiesen tűrték a vizsgálatot, s az állatorvosi ellenőrzésen kiderült, hogy két hím és két nőstény utóddal gazdagodott az állatpark vörösvari csapata. A Nyíregyházi Állatpark vörösvari tenyészpárja az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett lengyel és cseh állatkertből, s az apróságok 100 napnyi vemhesség után születtek meg. A varik több szempontból is különleges makifélék. Nem csak a legnagyobb testűek, de ők nem hordozzák kicsinyeiket a hátukon, hanem egy fészket készítenek, és abba hozzák világra kicsinyeiket. Számunkra is különleges meglepetés volt, mikor a biztonságot nyújtó oduból 4 apróság jött elő másfél hetes korukban, hiszen általában zártartási körülmények között 1-3 kicsi szokott csak napvilágot látni. Eleinte az anyaállat sokat tartózkodott kölykei mellett, de most már, hogy az apróságok 8 hetesek lettek, egyre távolabb merészkednek anyjuktól, és a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak az ágak között, és kóstolgatják az édes lédús gyümölcsöket is. Régen a benszülöttek napimádó szentállatnak tartották a varikat, mivel előszeretettel sütkéreznek úgy, hogy arcukat a nap felé fordítják. Szentállat mi voltuk, évszázadokig védelmet nyújtott nekik élőhelyükön, ám a civilizáció megszüntette ezt a védettséget, így napjainkban is az orvadászat és élőhelyeik erőteljes csökkenése miatt állományaik folyamatosan csökkennek. A Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajnak minősítette, ezért is fontos a zártartási körülmények közötti szakszerű tenyésztésük. Napi 2-3 edzéssel, heti 150-160 kilométer teljesítve készül a berlini Európa-bajnokságra Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló az 50 kilométeres távon áll rajthoz a német fővárosban, ahol dobogó közeli helyen szeretne végezni.
Augusztus 7-én kezdődik Berlinben az atlétikai Európa-bajnokság. A nyitó napon rendezik az 50 kilométeres gyaloglást, amelynek mezőnyében ott lesz Hellebrand Máté is. A nyíregyházi atléta a tavalyi londoni világbajnokságon új országos csúccsal végzett a 6. helyen úgy, hogy mindössze 2. alkalommal teljesítette a távot. Pokrovenszki József tanítványa túl van egy szlovákiai magaslati edzőtáboron, és az EB rajtjai már hazai környezetben gyűjti a kilométereket. Az edzőmmel Józsivával nagyon keményen készülünk az idei Európa-bajnokságra. Több versenyt is lemondtunk ennek érdekében, hogy tényleg csúcsformában legyünk, és hogy tényleg mindent erre az egy versenyre teszünk fel ebben az évben. Aztán szeretnénk dobogó közeli helyen célba érni, és hát ennek érdekében mindent megteszünk. Napi 2-3 edzésen van. Az azt jelenti, hogy egy héten kb. 150-160 kilométert edzek, illetve mellette még van 3-szor konditermi erősítés is, és hát igazából mindent megteszünk ennek érdekében. Bár egy Európa-bajnokság mezőnye elvileg gyengébb egy világbajnoki mezőnnél, a gyaloglásra nem feltétlenül igaz ez a megállapítás. A mezőny az nagyon erős lesz, hát ez a gyaloglás ez amúgy is inkább európai sportág. Van egy úgymond friss hír, hogy a tavalyi világbajnok, a francia Johan Diniz múlt héten mondta le ezt az Európa-bajnokságot, mert fáradásos törése van. Ettől függetlenül lesz elég rivális, akikkel majd meg kell küzdenem. Hellebrand a következő 2 hétben még marad a jelenlegi edzésszámnál, aztán edzőjével visszavesznek a terhelésből, mivel aklimatizálódni nem kell, csak közvetlenül a verseny előtt utazik ki Berlinbe a nyíregyházi atléta. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Az országban működő általános és középiskolák évente 2-szer a 2,5 év végén szolgáltatnak adatot az oktatási hivatalnak, hogy mekkora lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Az országos átlag a 2017-18-as tanév 2. fél évének végén 9,5% volt. A legnagyobb arányokat sorrendben Borsoda-Baújzemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye produkálta. Az oktatási hivatal a feldolgozott adatok alapján szakmai javaslatot tesz az intézmények számára, hogy milyen pedagógiai intézkedés kellene ahhoz, hogy a lemorzsolódás csökkenjen. Az étkezés és a léalma betakarításakor is zavar lehet a hirtelen, nagy mennyiségben egyszerre érő gyümölcsök felvásárlásával kapcsolatban. A termelők, a feldolgozók, valamint a döntéshozók képviselőinek részvételével zajlott szakmai fórum a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyíregyházi székházában. A résztvevők lefektették a gyümölcsöző kapcsolat alapjait. Az eddiginél rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe a nyár elején. A módosításoknak köszönhetően a rendszer hatékonyabban veszi figyelembe a várható időjárást, az erdei biomassa állapotát és az aktuális tűzeseteket, így gyorsabbá vált a tűzgyújtási tilalom elrendelése és visszavonása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 11-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre van kilátás. Kezdetben a hazánktól északra vonuló hideg örvény alakítja időjárásunkat, amely fokozatosan kelet felé helyeződik. Csütörtök napközben már szárazabb levegő áramlik felénk. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor, zivatar egyaránt várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap reggel térségünk keleti részén lehet még eső, zápor, de a délelőtti órákban mindenütt csökken a felhőzet, és a nap nagy részében napos, száraz időre lehet számítani. A nyugati szél többfelé megélénkül. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyenge hidegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban kissé gomoly felhős, napos idő várható, számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet lényegesen nem változik, általában a sok évi átlagnak megfelelően alakul.